Hétvégén meg lehet az 5 millió beoltott, ami után nem kell majd maszkot viselni a közterületen, ezt is bejelentette ma reggel Orbán Viktor. Azonnal jönnek a részletek, előtte azonban mutatjuk a többi tudósításunkat röviden. Sokan vártak ma oltásra a rendelőintézetnél, Pfizer vakcinára regisztráltak. Türelmi idő, megszűnik az ingyenes parkolás, de 31-ig nem büntetnek a parkolóőrök Cegléden. És Jeruzsálem tánc a Kossuth téren, a Táncsics Mihály Általános Iskola is csatlakozott a kihíváshoz. Híradó pénteken itt a Városi Televízióban. Köszöntöm Önöket! Nem kell maszkot viselni közterületen, és megszűnik a kijárási tilalom. Egyebek között ezt jelentette be ma reggel Orbán Viktor. A miniszterelnök azt mondta, ezek az újabb enyhítések akkor lépnek életbe, ha elérjük az 5 millió beoltottat, ami várhatóan hétvégén lesz. A hétvégén várhatóan elérjük az 5 millió beoltottat, ami korszakhatárt jelent Orbán Viktor szerint. Az országban élő felnőtt emberek több mint 50%-a már megkapta legalább az első oltást, ami egész Európában kimagasló teljesítmény, mondta a miniszterelnök, aki úgy fogalmazott, a járvány harmadik hullámát letörtük, lényegében le is győztük. Ennek köszönhető, hogy újabb lazításokat vezethetnek be, amelyek 5 millió beoltott elérését követően lépnek életbe. Ilyen például a kijárási tilalom megszüntetése és az üzletek kötelező zárási idejének eltörlése. Eltörőjük a közterületi maszkviselési kötelezettséget, hogy szabad a sport a közterületeken, akár egyéni, akár csapatsportról van szó. Magán és családi rendezvény 50 fő részvételével korlátozás nélkül megtartható, lakodalom pedig akár 200 fővel is korlátozás nélkül megtartható. A zártéri rendezvényeken, valamint a zenés táncos rendezvényeken való részvétel továbbra is védettségi igazolványhoz lesz kötött. A 16-18 évesek, ha megkapták az oltást, felnőtt nélkül is részt vehetnek az eseményeken. Szabadtéri rendezvényeket legfeljebb 500 fő részvételével korlátozások nélkül is lehet tartani. Orbán Viktor arról is beszélt, Magyarország miért nem vesz részt a közös uniós vakcina beszerzésben. Elmondása szerint elegendő vakcinánk van, ami ha szükséges, a harmadik vagy akár a negyedik oltásra is elég lesz. 2022-ben pedig Debrecenben is megkezdődhet a vakcina gyártás. A miniszterelnök a gazdaság újraindításáról is beszélt, melynek egyik része a hitelmoratórium meghosszabbítása, de a béremelésről, valamint a jövő évi minimálbérekről szóló tárgyalásokat is hamarosan megkezdik. Több ezer embert oltanak be Pfizer vakcinával Cegléden is a napokban. Az ország minden pontjáról érkeznek olyanok, akik előzetesen regisztráltak és az online rendszeren keresztül kértek időpontot. Ma az Ady Endre utcában a rendelőintézet előtt sorakoztak az emberek. Hosszú sor állt ma az Ady Endre utcában. A rendelőintézet előtt mindenki az oltásra várakozott. Cegléde is több ezer Pfizer vakcina érkezett, amit a hétvégén beadnak minden jelentkezőnek. Nem csak Ceglédről és a környékéről, az ország szinte minden pontjáról érkeztek oltásra regisztráltak, hiszen az online időpontfoglaló rendszeren keresztül Ceglédre kaptak időpontot. Idősebbek is várakoztak, de a legtöbben fiatalok álltak sorban. A hétvégén a Toldy Ferenc kórházban is oltanak majd Pfizerrel, a város több ezer vakcinát kapott. Aki még nem tette, regisztráljon az oltásra, erre buzdított ma Galgóczi Ágnes, a járványügyi osztályvezető azt mondta, a lazítások ellenére az 5 millió beoltott után sem dőlhetünk hátra. Közben bejelentette azt is, pünkösdre való tekintettel már ma feloldják a látogatási tilalmat a kórházakban. A heti ceglédi adatokat nézve elmondható, hogy városunkban is javul a járványhelyzet. Egyre kevesebb az igazolt beteg, és az is, aki amiatt van karanténban, mert igazolt beteggel találkozott. Országosan is egyre javuló adatokról számol be az operatív törzs. Az elmúlt 24 órában 657 új beteget regisztráltak, és elhunyt 47 koronavírusos beteg. Eddig összesen 4.898.000 ember kapta meg legalább az első oltást. Aki még nem regisztrált, tegye meg. Erre buzdított a járványügyi osztályvezető. Nyitva van még az a lehetőség Pfizer vakcina, egy kevés AstraZeneca, Sputnik, illetve Sinopharm vakcinákra jelentkezni, közvetlenül időpontot foglalni. Aki már regisztrált és még nem foglalt időpontot, éljen ezzel a lehetőséggel, foglaljon időpontot, könnyen lehet, hogy ön lesz az 5 milliómodik beoltott.
Galgóczi Ágnes bejelentette, a pünkösdre való tekintettel már ma feloldják a kórházi látogatási tilalmakat bizonyos korlátozásokkal. Kötelező a maszkviselés, koronavírusos beteg nem látogatható, és a kórházba belépő embernek rendelkeznie kell védettségi igazolvánnyal, valamint lázmérés is történik beléptetéskor. Ha az időjárás megengedi, akkor a látogatás a kórház szabadtéri részlegén történik. Elindulhat a lakossági járdaépítési és felújítási program. A járványhelyzet miatt korábban elhalasztotta az önkormányzat a pályázat kiírását, most azonban erre a célra majd 20 millió forintot elkülönítettek. Hogy ezen kívül milyen döntések születtek még, arról Közérdekű című magazinunkban beszélt a város polgármestere. Átfogó értékelést olvashattak a képviselők a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, és el is fogadták azt. A közhasznú társaságok mérlegbeszámolója mellett az ügyvezetők premizálása is szerepelt az előterjesztések között. Arról született döntés, hogy az önkormányzati kiadások csökkentése miatt nem állapít meg az önkormányzat sem prémium feltételeket, sem prémiumot a 2021-es évre az ügyvezetők számára. Több mint 1,7 milliárd forint a 2020-ról áthozott úgynevezett maradványpénz. Dr. Csáki András stúdiónkban elmondta, ez nem jelenti azt, hogy ennyi plusz pénze van a városnak. Nagy részét csak meghatározott célokra, beruházásokra lehet felhasználni. A szabad felhasználású maradvány összesen 13 millió forint. Meghirdeti az önkormányzat a korábban elhalasztott járdaépítési és felújítási programot. Erről is döntés született. A költségvetésben közel 20 millió forint, pontosabban 19 millió 50 ezer forint került beállításra a járdaépítési programra. Ezt már múlt hónapban ki kellett volna írni, de akkor azt kértem, hogy várjunk még egy hónapot, mert nem látjuk még annyira előre a város anyagi helyzetét. Most már látjuk annyira, hogy nyugodtan ki lehet írni, ez kiírásra kerül, és hát bízom benne, hogy minél többen részt fognak venni ezen a programon, és nagyon sok helyen új járdák épülnek, illetve régiek fognak megújulni. Újra csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz. Erről is döntöttek. Mint ahogy a képviselők elé került, az az előterjesztés is, amely tartalmazza a kompenzációként kapott 388 millió forint felhasználását. Dr. Csáki András elmondta, működési célú kiadásra 324 millió forint, fejlesztésre 63 millió forint jut. A polgármester beszélt a folyamatban lévő beruházásokról is. Nagyon jó ütemben halad a Jászberény úti felüljáron a bicikliútnak az építése. Örömhír, hogy meglátogatott lakos polgármester úr, Csemmé polgármester, és arról tájékoztatott, hogy 269 millió forintot nyert a Csemő Ceglét közötti kerékpárút középső szakaszának a megépítésére. Én az önkormányzatunk nevében vállaltam azt, hogy a ceglédi közigazgatási területre eső és magánterületet érintő nyomvonal esetében azt a magánterületet a város meg fogja vásárolni, ennek az értékbecslése is megtörtént, a tárgyalások folyamatban vannak a tulajdonossal, hogy az ne legyen akadály a későbbiek folyamán. Én bízom benne, hogy hamarosan ismételten pályázati forrásot fogunk ennek a beruházása kapcsán jutni. De beszélt a Cegléd és Nagykörös között épülő kerékpárútról is. Dr. Csáki Andrással készített stúdióbeszélgetésünket teljes terjedelmében a Híradó után Közérdekű című magazinunkban láthatják. Kedtől újra üzemelnek Cegléden is a parkolóórák. Megszűnik az ingyenes parkolás, de lesz türelmi idő, vagyis 31-ig nem büntetik az autósokat a parkolóőrök. A korábban megváltott parkolóbérletek is újraérvényesek lesznek, azokat a hónapokat, amiket a bérlettulajdonosok nem használtak fel, jóváírják, vagyis annyival hosszabbodik meg az érvényességi idejük. A kormányrendelet alapján május 25-én Cegléden is újraindul a fizető parkolók üzemeltetése. A fizetőparkolók a veszélyhelyzet kihirdetése előtt megszokott módon és üzemidőben hétköznap 7 órától 18 óráig üzemelnek. Május 31-ig azonban türelmi időszak lesz, áll a várva Kft. Közleményében. A parkolóőrök az ellenőrzés során tájékoztatják a fizetőparkolókat használó gépjárművek tulajdonosait, hogy újra fizetős a parkolás, a gépjárművek szélvédőjére pedig tájékoztatókat helyeznek ki. A közleményben arra is felhívják a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetet megelőzően 2020-ra megvásárolt és 2020 április 1-je után fel nem használt éves bérletek érvényessége a fel nem használt hónapok számával meghosszabbodik.
Erről az ügyfélszolgálaton kérhető pontos tájékoztatás. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy az ügyfélszolgálati iroda május 27-e csütörtöktől a megszokott időben, vagyis hétfőtől csütörtökig 13-tól 15 óráig, pénteken 9 órától 11 óráig várja az ügyfeleket. Az irodába belépéskor a maszk használata kötelező. A folyosón két fő tartózkodhat, ezért kérik az ügyfeleket, hogy az épület előtt várakozzanak. A Táncsics Mihály általános iskolások is eltáncolták a népszerű Jeruzsálem táncot. Ma délelőtt a Kossuth téren adták elő a flashmobot, ami a szülőknek és a járókelőknek is nagyon tetszett. Sokan fotózták és videózták a köztéri produkciót, amiben az iskola alsós és felső tagozatosai is örömmel vettek részt. Ma délelőtt igazi látványosság volt, amikor a Kossuth téren a Dózsa szobornál fehérbe öltözött diákok és pedagógusok eltáncolták a népszerű Jeruzsálem táncot. A táncot, amit már eddig is nagyon sok munkahely és közösség előadott, kifejezve hálájukat a járvány leküzdésében dolgozók munkájáért. A Táncsics Mihály általános iskola diákjai is örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez. Én nagyon boldog voltam, hogy a mi iskolánk és osztályunk benne volt ebbe az egész táncba, és szerintem ez az ápolókat és orvosokat is boldogabbak lettek ettől a tánctól. Mennyi ideig készültetek erre a táncra, mennyit gyakoroltatok? Minden délutáni szünetben ezt gyakoroltuk, és két hétig tartott, mire megtanultuk ezt. Az osztályfőnököm mondta, hogy lesz egy ilyen flashmob, és úgy a fél osztály rögtön jelentkezett, hogy mennénk. Mint megtudtuk, a táncot eredetileg csak egy kisebb közösség adta volna elő az iskolában, de hamar kiderült, egy egészen nagyszabású produkció kerekedik belőle. Egy nagyon kis mini projektnek indult az egész, harmadik zöosztállyal kezdtük ezt gyakorolni, és hogy a napközis kollégák meghallották, meglátták az udvaron, hogy milyen lelkesek a harmadikosok, így szépen lassan az egész alsó tagozat is, még a felsőből is becsatlakoztak, Ötvös tér, Népkör és Selyem utca, úgyhogy ezúton is köszönjük minden kollégának, hogy ezt így sikerült összehoznunk. A diákok és a pedagógusok is nagyon örültek tehát, hogy újra együtt készülhetnek egy produkcióval. Amikor visszajöttünk most másodjára a suliba, akkor gondoltuk, hogy meg kéne csinálni ezt a challenge-et, és hogy egy kicsit a városnak is megmutatni, hogy milyen jó volt a gyerekeknek újra együtt táncolni, újra együtt készülni valamire, ami nem a lecke meg a tanulás. A flashmob helyszínválasztása nem volt véletlen, azért a piac közelébe, a belvárosba szervezték, hogy minél több ember láthassa, csaljon napfényt a szívekbe és mosolyt az arcokra, a ruhájukon piros szívet viselő gyerekek látványa, mondta az igazgató. Úgy gondolom, hogy a közösség nagyon fontos ilyenkorban a gyerekeknek, és a közösség építés is nagyon fontos, és ez nagyon jó alkalom volt, ez mellé állni, ez a mellett, a kezdeményezés mellett. Ugye a szív, a piros mindig az a barátságot, az egymás iránti toleranciát takarja, és ezt szeretnénk képviselni a táncsi iskolába is. A tánc a szülőknek és a járókelőknek is nagyon tetszett. Sokan videózták, fotózták a diákokat, a végén pedig óriási tapsal zárták a produkciót. Az igazgató mindenkinek köszönetet mondott. A szervezőknek pedig külön köszönöm, Editnek, a főkitalálójának. Köszönöm szépen mindenki, hogy részt vett ezen a szép táncos napon. Sziasztok! Hamarosan ismét virágba borul a város. Elkezdték annak a 15 ezer tő virágpalántának a kiültetését, amelyeket hónapok óta neveltek közfoglalkoztatottak segítségével a Várvak Kft. Fólia sátrában. A virágokat már több helyre is kiültették, például a sportuszoda és a művelődési központ elé, de színesítik majd egyebek mellett a rendőrség előtti területet és a Selyem utca sarkát is. Gyönyörűen pompáznak a virágok a sportuszoda, illetve a Kossuth művelődési központ előtt, a Béketéren,
valamint a Puskaporos utca és Szolnoki út sarkánál is. Ezek azok az egynyári virágok, amelyeket már hónapok óta a Várva Kft. Telephelyén egy fólia sátorban gondoztak, közfoglalkoztatottak segítségével. A szebbnél szebb virágok között van egyebek mellett petúnia, begónia, bársonyka, hamvaska, kékboltocska és paprika virág is. A 15 ezer palántát magról nevelték. A virágokkal a várost szeretnék színesíteni, ezért a következő hetekben még több helyre kerülnek ki. Így például a Jászberényi úti körforgalomhoz és a rendőrkapitányság elé is ültetnek majd. A közfoglalkoztatottak egyébként nem csak nevelik, kipoharazzák ezeket az egynyári virágokat, hanem gondozzák is őket. Tehát a kiültetés után ők fogják gyomtalanítani, öntözni, mert a nyáron a nagy melegben napi szintű öntözést kell, hogy biztosítsanak számukra. Ez a virágos hír volt a mai híradó utolsó tudósítása. Műsorunkat közérdekű magazinunkkal folytatjuk, majd a Városháza jön, amelyben vendégünk lesz Klémen György, a Fidesz-KDNP, valamint Földi Áron a Cigle frakció képviselője. Friss hírekkel pedig legközelebb majd kedden este 6 órakor jelentkezünk. Nagyon szép estét, szép ünnepet kívánok, viszontlátásra!